Idén is sokan jelentkeztek a hagyományosan megrendezett facsemeték ültetésére a Kispolgárok parkjában, amit az idén már a 9. alkalommal rendeznek meg. Szabó Lórend polgármester köszöntette a jelenlevőket, a gyerekeket jobbnál jobb programok várták a rendezvényen. Mondhatni már hagyománnyá vált Dombóváron az a szokás, hogy facsemetéket ültetnek a Kispolgárok parkjában, így köszöntve a város legfiatalabb lakóit. Március 25-én szerdán lelkesen sorakoztak a parkban a szülők gyermekeikkel, de még nagyszülők is unokáikkal, hogy elültessék a fáikat. Idén 65 fa került elültetésre, a 2014 március 1-e és 2015 február 28-a között született gyermekek tiszteletére. Megkérdeztük a szülőket, milyen ötletnek tartják ezt a jelképes faültetést. Jó ötletnek tartjuk, mert így azért marad az utókor számára is valami hasznos dolog. Nagyon jó ötletnek tartom, hiszen a csecsemők, akik most születtek és most kezdik el az életüket, akár 50 év múlva is kijöhetnek ide és megnézhetik, hogy ez az ő fájuk volt. A program keretein belül lehetőség volt a gyerekeknek lufi hajtogatásra, arcfestésre, illetve játszóházzal is kedveskedtek a szervezők, amiben a gyerekek kedvükre válogathattak csúszdázás, trambulinozás és mászókázás között. Az eseményre azok a családok is eljöttek, akik a korábbi években is ültettek fel gyerekeik emlékére. A program utolsó mozzanataként az újonnan megnyílt Bagi Kuckó játszóház és sóbarlang felajánlásával kisorsolásra került 4 belépőjegy a résztvevők között.